Porta Nuovan levágott kezű szaracénok között lépünk az óvárosba. Ezek a figurák a 16. században a felettük aratott keresztény győzelmet szimbolizálják. Palermo katedrálisa, Cattedrale Maria Santissima Assunta, a 12. században épült normann arab stílusban. Az arab hódítás idejében a katedrális muzulmán mecset volt. Szicíliai királyok temetkeztek ide, mint II. Frigyes, VI. Henrik vagy Konstancia királynő. Itt található aragóniai Konstancia uralkodói fejfedője is. Kis pihenővel egybekötött várakozás a normann királyi palota előtt. Engedjék meg, hogy idézzek az utazás leírás szövegéből. A normann királyi palota és kápolna egy egyedülálló, méltóságot és fenséget leginkább sugárzó épület együttes Szicíliában. A Cappella Platina a keresztény művészet legtökéletesebb alkotásának minősül. Guy de Maupassant szerint a palota kápolna a hit legmegdöbbentőbb ékszere, a világon a legszebb, amit az emberi gondolat valaha is álmodott, és művészkész megvalósított. A királyi kápolna egy 32 méter hosszú belső tér, korintoszi és kompozit stílusú márványoszlopokkal, iszlám alkotású kazettás fa mennyezettel, festett kubikus feliratokkal, ornamentikával. Parlament ülésterme a Sala del Colle. A következő filmrészben idézni szeretnék az útleírás szövegéből. Késő délután
a Palermo melletti aranykagyló öblöt szegélyező Monte Caputo hegy fennsíkjára épített kisvárosba, Montrealba utaztunk. Kívülről méretében monumentális, de faldíszeit tekintve talán szegénynek ható Montreali katedrális, a középkori szicíliai építészet remeke. Túlzás nélkül a keresztény világ egyik legszebb temploma. Kis híján, 6500 négyzetméternyi belső felületén a parányi aranylemezekből készített mozaikok olyan egységes szépségben és gazdagságban mesélik el a kereszténység legszebb történeteit, amelynek alig van párja a világ művészet történetében. A dóm maga egy igazi, képes biblia. Thank you.